Lenti és Kerka völgye Magyarország délnyugati csücskében, a szlovén, a horvát és az osztrák határ közelében található. A térség három néprajzi tájegység találkozási pontjában helyezkedik el. A terület központja a közel 800 éves múlttal rendelkező 8700 lakosú Lenti. Terézváros testvérvárosa mára egy dinamikusan fejlődő kisvárossá nőtte ki magát. Szombaton, kora délután dr. Veres András szombathelyi megyés püspök celebrálásával megtartott szentmisével vette kezdetét Lentiben, az egykori település városi nyilvánításának 36. évfordulója alkalmából megrendezett városi ünnepség. A jubileumi műsor az istentiszteletet követően a művelődési központban folytatódott. A minden évben megtartandó városi ünnepségen idén Terézváros képviseletében Hassai Zsófia polgármester, Pap László alpolgármester és dr. Mogyorósi Sándor jegyző vett részt. A rendezvényen elsőként Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, mely során összegezte az elmúlt év fontosabb történéseit, kiemelve a közeljövőben megkezdődő négycsillagos szállóta megépítésének projektjét, valamint a város történelmének legnagyobb és legjelentősebb 3 milliárd forint értékű beruházását. Beszéde további részében megköszönte mindazoknak munkáját, akik valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy Lenti a térség egyik legdinamikusabban fejlődő városává nője ki magát. Nagyon nagy utat járt be Lenti városa, 36 évvel ezelőtt kapta meg a városi címet. Ez alatt a 36 év alatt mi történt? Mondhatnám azt is, hogy a város polgármestere is pályafutását itt a városban 36 évvel kezdte, mint idegen nyelv és testnevelés szakos tanár, és több mint 20 éve dolgozom az önkormányzatnál különféle posztokon, mint települési képviselő és 2010-től, mint polgármester. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy pályát futott be Lenti városa, és folyamatosan fejlődött, annak ellenére, hogy közben volt rendszerváltás, közben volt balkáni háború, közben voltak különféle gazdasági nehézségek a világban és Magyarországon egyaránt, de Lenti városa példát mutatott összefogásból, és azt hiszem, hogy ez a város egészen látszik. Tehát azok az emberek, akik itt laknak, szeretnek itt Lentiben lenni. Ez, hogy élhető város Lenti, ez nem csak szlogen, hanem én úgy érzem, hogy ez valóban így is van. Ez a Lenti komfortos város, bölcsődével, óvodával, iskolákkal, középfokú iskolákkal, járási központként és körzetközpontként, különféle intézményekkel, egészségügyi intézményekkel egyaránt, és van itt nekünk egy olyan gyógyfürdőnk, amely szintén 78-ra datálható a kezdeti lépés, és most következik egy, mondhatnám, nem csak egy lépés, hanem egy minőségi ugrás is, hiszen a gyógyfürdő területén is, és a kereskedelmi szálláshelyek tekintetében is látványos fejlődés lesz majd. A képviselőtestület, mint ahogy a beszédemben is elmondtam, azok mentén, a polgári értékek mentén végzi a munkáját, amelyeket elvárnak tőlünk a város lakosai, hát mindenek előtt ugye az összefogást, az egymás iránti megértést, a munka tiszteletét, a becsületet és a tisztességet. Ez az, aminek egyében szeretnénk dolgozni, és szeretnénk eredményeket felmutatni. Magamat reszkedtem.
Tala megyei közgyűlés elnökeként és lentiként szeretnék gratulálni a polgármester úrnak és természetesen a testületnek is, hogy egy új év küszöbén egy 3,3 milliárdos beruházást tudnak elindítani, és a megye szempontjából is kiemelkedő, és a megyének a húzó ágazata az a turizmus. Hévíz, Zalakaros, Keszthely, emellett most itt egy kicsit a délnyugati csücsökben lent is fölkerül, azt gondolom, arra a térképre, ahol a négycsillagos hotel megépítésével és a termálfürdő bővítésével minőségi szolgáltatást nyújthatunk az ide látogatóknak. Óriási előnye ennek a térségnek és a településnek a határközelség. Az elmúlt 20 év előtti időszakban a határ elzárt bennünket Ausztriától és Jugoszláviától, ma pedig kinyitotta a lehetőségek kapuját. Szlovénia, Ausztria, Horvátország autópályával megközelíthető, közelebb van hozzánk, mint Budapest. Én azt látom, hogy Zala megye számára, mint a legfontosabb és az egyik húzó ágazat turizmus, egy olyan más megközelítésbe kerül ezen beruházás miatt, ami ennek a településnek messze-messze magas kifutást fog hozni. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, és hallgat a mély. S mintha szívemből folyt volna tova zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel kalapál, bájogod vet ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy elnyedett el minden hullám és minden mozdulás. 92 éves. Igen. Hát akkor azt hiszem, hogy van mit mesélni, igen, hiszen 65 éve lakik, él itt Lentiben. Mire emlékszik vissza a legszívesebben ebből a jó-jó pár elmúlt 10 évekből? Nehéz pontosan, talán arra, amikor diszpolgár lettem, az mondjuk nagyon jól esett a városnak, kérem is kiemelésre, kaptam kormánykitüntetést is, mondjuk ezek nyilván az emberre érzelmileg jól hatottak, és nekem az az elismerésem most, amikor már olyan őszülőkkel találkozom, mint én, azt mondja a tanárbácsi, meg hölgy azt mondja, hogy csókolom, már mondom, én mondom fordít, na, hogy az ember nyomot hagyott a pedagógus pályán, ugye én erre vállalkoztam, hogy egy kicsit a világot, bocsánat, vagy idézőjeletben az embereket, az életet egy kicsit szebbé, jobbá tenni. Én ezt úgy végig, erre nagyon szívesen emlékezem. Rendkívül örülünk annak, hogy a 6. kerülettel mi kapcsolatban vagyunk, nagyon sok segítséget kapunk a 6. kerület polgármesterségétől, és hát mi erre továbbra is számítunk, építünk. Ma boldogan ünnepeltünk itten, tényleg hát még a sors talán megengedi, hogy 36-at most töltöttük, hogy még jó néhányat töltsünk itten, tényleg barátságban, egymás megbecsülésével, azt hiszem ez a 6. kerület és lenti kapcsolatában is ez a szeretet, a tisztelet, egymás megbecsülése, ez egy alapvető dolog, és mi ebbe kapaszkodva továbbra is hát szeretnénk ezt a kapcsolatot építeni, és hát szeretnénk azt, hogy máskor is itten 6. kerület tévései is itten megjelenjenek, és hát tényleg itten néhány dolgot, a sok mindenből ugye, ami itten már jó néhány éve történt, ugye, hát az utókornak átadni. A polgármesteri köszöntőt követően az est díszvendége dr. Naszvadi György, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára mondott ünnepi beszédet. Ha áttekintjük a város múltját, az még inkább ráirányítja a figyelmünket arra, hogy a nem mindig békés és boldog múlt összekovácsol, és az egyivé tartozás érzését erősíti. A sikerek és kutarcok megélése a jövőben a közös cselekvésre ösztönözhet minket. Ha nem emlékeznénk a múltra, akkor nem lenne bátorságunk a jövőben nagyot alkotni. Lenti egy emberi közeli, emberközpontú kisváros, és minden adottsága megvan ahhoz, hogy mindenki megelégedésére tovább haladjon a fejlődés útján, mondta köszöntőjében az államtitkár. Ezután hagyományosan az ünnepség fénypontja a városi kitüntetések átadása következett. Az önkormányzat által alapított díjakat minden évben azon személyek vehetik át, akik munkájukkal hozzájárulnak a város jó hírnevének megtartásához, tevékenységükkel értéket közvetítenek és adnak át a település lakói és a közösség számára.
A díjakat Horváth László polgármester és dr. Naszvadi György államtitkár adta át. Lenti városáért díjat adományozott az önkormányzat ifjabb Horváth Károly névzenésznek, a Lenti város közszolgálatáért díjat pedig Dömény Sándor vezérőr nagy vehette át. Lenti város közművelődéséért díjat kapott Lapak Gabriella könyvtáros, a Lenti város ifjúsági sportjáért díjat pedig Hol Hanna úszó kapta. Kiemelkedő szakmai tevékenységért, Lenti város oktatásáért díjat vehetett át Paksa Tiborné gyógypedagógus. Az elmúlt években elért kiváló sport eredményeinek elismeréseként idén Lenti város sportjáért díjat kapott Német Kinti, a négy kos hagyományőrző íjász egyesület tagja. A szeptemberi árvíz idején tanúsított segítő tevékenységért a Lenti város közösségi életért díjat ez alkalommal Molnár Béla kapta. Több évtizedes szakmai tevékenységének elismeréseként Lenti város egészségügyi ért díjban részesült dr. Szeresné, dr. Pirkhoffer Katalin házi orvos, a Lenti város szociális gondoskodásáért díjat pedig Táncosné, Mámfai Csilla, a Kolping támogató és foglalkoztató központ dolgozója vehette át. A Lenti város gazdaságáért díjat ez alkalommal Magyar Ottó egyéni vállalkozó kapta. Születésnapot ünnepel Lenti városa, illetve városállatásának 36. évfordulóját. Ez alkalom a díjakat osztattak ki. Ilyenkor mit gondol egy gazdaságért díj kitüntetettje? Hát nagyon meglepett a dolog, nem számoltam rá. Hát szerintem ezt azért kaptam, mert megpróbálok a városért, a gyors munkáért, hogy a város is haladjon előre, megpróbálok dolgozni mindent a városért, meg a környező üzemekért, hogy haladjon a munka, tehát tudjon előre fejlődni az ország. Pontosabban ez mit jelent ez a díj? Tehát, hogy miért is kapta, illetve egy pár mondatban mutassa be önmagát. Hát 89 óta csinálom egy fényforgácsó vállalkozást, saját önerőből egyedi munkákat csinálunk, és TMK munkákat, tehát gépekhez, alkatrészekhez, és hát a gyors munka az szükség van rá, hogy minden haladjon előre. Tehát és fémiparral foglalkozunk, egyedi gépeket is csinálunk, helyszíneskedünk egész országban, Szlovéniában, Ausztriában, Horvátországban is dolgozunk. És Lenti városa mit jelent az ön számára? Hát születésem óta Lentibe élek, szüleim is, hát ez nagyon meghatott az egész dolog, meg megpróbálom ezt a címet kamatoztatni is, hogy megérdemeljem. Lenti városában ünnepség volt, születésnapi ünnepség, és egy nem mindennapi kitüntetésben volt része. Hogy érzi most magát? Nagyon furcsán érzem magam. Ugye szoktuk ilyenkor mondani, hogy egy ilyen kitüntetés hogy érinti meg az embert, hogy érinti meg a szívét, a lelkét. Én azt mondom, hogy az enyémet nem érintette meg. Engem egyenesen szíven ütött ez a kitüntetés. Remélem, hogy nem tűnök önteltnek, nem tűnök nagyképűnek, de én úgy gondolom, hogy én egy ízig-vérig elhivatott katona ember vagyok. Mint egy 3,5 évtizedes pálya áll mögöttem, és hasonlóan azokhoz a kollégáimhoz, barátaimhoz, akik hasonló pályát jártak be, nem mindenkor rózsaszirommal volt és van kihintve ez az út. De azért elmondhatjuk, hogy a kudarc élmények mellett többször volt sikerélményünk, és magam is számos elismerésben részesülhettem a hazámban, országhatáron kívül. Tehát tudom, hogy ez milyen érzés, nagyon jó érzés. Az, hogy a saját, azért mondom, hogy a saját, még ha nem is itt születtem, de 33 éve élek itt, hogy a saját közösségében kap egy ilyen elismerést, de ha jól idézem, akkor a Lenti város közszolgálatáért díjat. Ez nagyon megfogott, mert az életemben az egyik legfontosabb dolog a szakmaiság. És ez a díj, ez azt tükrözi és azt erősíti, és egy közösség döntött így, hogy alkalmasnak ítélt arra, hogy ezt a díjat megkaphassam ott, ahol elindult a pályám. Ez egy nagyon jó iskola volt, és az, hogy én ide eljutottam és eljuthattam, az viszont itt az alapjait itt teremtődtek meg.
és most itt vagyok, és nem volt olyan egyszerű megtenni azt a pár lépést, fölmenni a színpadra, és az a gondolat, természetesen az egész felvezető gondolatsor megfogott, de amikor azt hallottam, hogy tábornok úr mindez mellett lenti maradt, hát az nagyon megfogott, és ezért mondtam én az elején önnek, hogy engem nem megérintett ez a dolog, hanem egyenesen szíven ütött, és én ezt nagyon komolyan gondolom. Itt vagyunk ebben a gyönyörű színházteremben, amelyet egyébként nemrég újítottak fel, itt a környező térrel együtt, nagyon szépen fejlődik testvérvárosunk lenti. Terézvárosban a Teréznapok alkalmával és a Terézvárosi búcsú keretei között adjuk át a díszpolgári címet, illetve a Terézvárosért kitüntetéseket, illetve ezt megelőzően egy ünnepi szentmisén vettek részt a meghívottak. Nem csak lenti egy testvérváros a Terézváros, hanem többen mások is. Nekem nagyon fontos Lenti, hiszen a szülővárosom. Gyermekkoromat itt töltöttem, ebben az Zala-megyei kisvárosban, sőt a szüleim a mai napig itt élnek, tehát amikor testvérvárosunkba látogatok, akkor egyben a szüleimhez is természetesen. És a legkedvesebb nyári élményeim közé tartozik, amikor a lányom a nagyszülőknél nyaral, és a helyi termálfürdőbe megyünk, illetve nagyon jó bicikli utak vannak. Mindenki számára csak ajánlom a sportolási és fürdési lehetőséget, ami itt Lentiben van. Terézváros Lentinek a testvérvárosa. Én úgy gondolom, hogy számos új elemet hozott ez a kapcsolat, és számos olyan pont van még, amit még nem aknáztunk, és polgármester asszonyal meg is állapodtunk, hogy ezekre a pontokra visszatérünk. Vannak olyan lehetőségek, amelyeket Terézváros, mint egy nagyváros, fővárosunk része kínálhat számunkra, és vannak olyanok, amelyeket Lenti, mint kisváros kínálhat, és Lenti, mint egy az idegenforgalomban egyre jelentősebb szerepet betöltő település kínálhat föl, és ezeket szeretnénk a jövőben kihasználni, tovább folytatva hagyományosan már kiépített csatornákon az együttműködést, tehát itt a kulturális kapcsolatok, az oktatási kapcsolatok terén, és mindenek előtt azt, hogy a fiatalok találkozzanak, hiszen ha a fiatalok találkoznak egymással Lentiből és Budapestről, abban van az igazi kapcsolatfelvétel, és úgy fejlődhet a két településnek, mondhatnám úgy is, hogy a testvérvárosi kapcsolat fenntartása. Hivatalos minőségemben ez az első testvérvárosi látogatás. Az első benyomások egyébként fantasztikusak. A város maga élettel teli, mind a kulturális élete, mind az embereknek a hozzáállása magához a városhoz, a közösséghez. Én úgy veszem észre, hogy ők nem csak lakják ezt a várost, hanem alkotják ezt a közösséget. Nagyon nagy tisztelettel fogadtam el jó magam is a meghívást, és kifejezetten szimulás programokat láthattunk eddig is. A díjak átadását követően dr. Seresné, dr. Pirkhoffer Katalin mondott köszönetet a díjazottak nevében, majd pedig a Kerka Táncegyüttes ünnepi fellépése következett. Kora estig tartó műsor a hagyományoknak megfelelően este 7-kor a rendezvénytéren folytatódott, ahova forralt boros kocintással és látványos tűzijátékkal várták a város lakóit. Lenti városának születésnapján vagyunk, illetve a városavatás születésnapján, és néhány órával ezelőtt a díszünnepségen mondott egy gyönyörű verset. Nagy megtiszteltetését, mivel a polgármester úr személyesen hívott fel engem, és azt mondta, hogy látott engem szavalni, de hát, illetve verset mondani, helyesbitek. De még a mai napig sem tudom, hogy hol látott engem, remélem, hogy erre is fény derül majd. És azt mondta, hogy mondjak el egy verset a Lentiváros évfordulóján. És hát nehezen tudtunk egyeztetni, hiszen a polgármester úrnak is megvoltak a saját elképzelései, nekem is megvoltak talán azok a versek, amik frissebbek, és akkor úgy döntöttünk, hogy inkább egy klasszikus verset a Dunánál, persze mindenki ismeri, de megpróbáltam a saját felfogásomban előadni. Honnan jött a vers szeretete?
Én igazából már egész kiskorom óta foglalkozom versmondással. Először az iskolai versmondó versenyeken, illetve szavaló versenyeken kezdtem verset mondani. Radnóti diplomát sikerült nyernem, ami annyit jelent, hogy a nemzet legjobb ifjúsági versmondója címet sikerült elnyernem, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat jelent számomra, hiszen igaz sok munkát fektettem bele, de nem is úgy tekintek rá, mint munkára, hanem inkább egy ilyen legfőbb hobbi, vagyis egy ilyen szökés a hétköznapok szürke világából, és talán épp ez a legfontosabb dolog, amiért ennyire szeretem ezt a műfajt.